Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, minden kedves barátunkat, ismerősünket, mindazokat, akik szívesen vannak velünk együtt Isten igéje mellett. Olvassuk figyelemmel az igét, és kérjük Isten szent lelkét, hogy jelentse azt ki a számunkra. Imádkozzunk! Uram, hálát adok azért, hogy adtad a te igédet, a te szavadat, hogy ma is szólsz hozzánk, és hogy megérthetjük a te gondolataidat, akarataidat, akaratodat. Engedd meg, Uram, hogy a mi életünkben a te akaratod érvényesüljön. Áld meg az ige hallgatóit, az ige szólóit, és engedd meg, Uram, hogy ne csak meghalljuk, hanem meg is tudjuk cselekedni a te üzenetedet, amit szólsz hozzánk az igén keresztül. Amen. És most vegyük elő a Bibliát, és keressük ki az Ószövetségből Ézsaiás könyve 43. részét, és az első három verszakot olvassuk fel, és erről fogunk beszélni, megosztani veletek, hogy mit kaptunk ebből. Tehát Ézsaiás könyve, 43. rész, első versétől a harmadikig. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. És a 43. rész 3. verse, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Már ennél a szónál elkezdtem gondolkodni, hogy is most így szól az Úr. Nem egykor, nem 2000 évvel ezelőtt, hanem most. Tehát ez nagyon aktuális is, hogy most mit akar nekünk az Úr mondani. Nem az történt, hogy Ézsaiás próféta előállt, és azt mondta, hogy na, hallgassatok ide rám, van egy pár jó gondolatom, és hallgassátok meg, megosztom veletek. Nem erről van szó, hogy a próféta bátorítja, vigasztalja a népet, hanem itt maga az Úr szól most. De most így szól az Úr, és ez egy nagy jelentőségű dolog, hogy az Úr egyáltalán szóba áll velünk. Nem vagyunk méltók arra, hogy az Úr lehajoljon hozzánk, hogy közölje az ő gondolatait, terveit velünk, és hogy az Úr így mutatkozik be, hogy ő a teremtő, és ő a formáló. A teremtő, aki létrehozta az anyagot, és a formáló, aki a meglévő anyagot formálta, ugyanígy az embert is formálja az ő szent kezével. Milyen csodálatos alkotása az Úrnak az ember, micsoda bölcsesség, micsoda tudás, micsoda ismeret van Istenben, hogy ilyen hatalmas dolgot tudott alkotni, mint a világ és az ember. Nos, hát ha ilyen hatalmas valaki szól hozzánk, akkor oda kell figyelni. Napjainkban nagyon sok a figyelem zavaros. Ha beszélnek hozzá, kinéz az ablakon, és nem nagyon érdekli, hogy mit mondanak, de mi nem vagyunk most
figyelemzavaros emberek, hanem hagyjuk, kinyitjuk a szívünket, hogy szóljon hozzánk. Ő megszólít minket, és hogy ez óriási változást visz végbe bennünk. Hagyd, hogy az Úr a szívedhez szóljon, hogy megérints a szívedet, és hogy azáltal, hogy az Úr beszél velünk, ezek az ő szavai, gyógyító szavak, ugye volt, amikor Jézus csak egy szót szólt, és nem is ment el a beteghez, hanem csak egy szót szólt, hogy meggyógyul a te lányod például, és hazament az asszony, és gyógyulva találta a kislányát. Tehát amikor Isten beszél, akkor hatalmas erők nyilvánul meg. Az ember, amikor beszél, sokszor hazudik, mellé beszél, nem őszinte. Igazán beszélni csak Krisztusban lehet. Itt az igében valóban nagyon nagy jelentősége van, hogy az Úr szólt. Ez a panaszénekekhez tartozik. A papi üdvjövendőlés egyike, és arra mutat rá, hogy a könyörgőnek a szavát meghallgatja Isten is, arra válaszol, és a sorsát jobbra fordítja. Az Úr szól, Jákobhoz szól itt, most Jákob, így szól az Úr, ez az első versnek a legelső mondat része, ami a számomra nagyon sokat jelent, hiszen az Úr a bűnös emberhez szól. Jákob neve csalót jelentett, és bőven e szerint élt, és az Úr megszólította, és kijelentette magát neki. Ha az Úr szól, az azt jelenti, hogy kijelenti magát neki. Kijelentette magát Jákobnak, hogy ő az egyedül örökkévaló, egy élő Isten, hogy rajta kívül nincs más Isten. Az Úr nem csak szól, nem csak kijelenti magát, hanem meg is kereste az Úr Jákobot, mert Jákob megértette, hogy az Úr az egyedül élő örökkévaló Isten, de az életét el kellett rendezni. Megváltásba kellett, hogy részesüljön abból a nyomorúságból, amibe őt a bűnei vitték, a csalása, a hazugsága, hamissággal elvette a testvérének az első szülöttségét, egy tál lencsér elárulta, és hogy az Úr megkereste a jobbok révén, de Jákob is akart Isten színe elé állni, hiszen ő egyedül maradt az Úrral, vállalta ezt a közösséget, és amikor az Úr szól és kijelenti magát, hogy ő a megváltó, az élő Isten, akkor vajon oda akarok-e borulni a színe elé, el akarom-e rendezni az életemet, hogy új emberré legyek, hogy a megváltásba részesüljek. És mi is történt? Itt azt olvassuk az igében, hogy az Úr azt mondja, hogy így szól az Úr a te teremtőd, a te alkodol, Izrael. Vagyis, hogy Jákob megharcolta Istennel és emberekkel a harcát is győzött. És Izrael lesz a te neved, mondta neki az Úr, a győztes neve. És hogy az Úr újra és újra szól az Izrael népének is, mert szükséges az, hogy Izrael népe helyreálljon, megszentelődjön. A fogság ideje nagyon reménytelennek tűnt Izrael számára, és az Úr bátorítja, hogy ő nem hagyja el. A ma emberéhez is szól az Úr, hozzád is, és hozzám is. És amikor szól az Úr, akkor kijelenti magát. Megtudhatod, hogy mi Isten akarata, hogy az Úr mit tett érted, és mit akar, hogy cselekedjél. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy amikor az Úr szól, akkor
kiváltja az ő népét a rabszolgaságból, hazaviszi az ő népét, és amikor az Úr szól hozzánk, akkor az életünkben hatalmas változás történik, ahogy Jákobot többé nem Jákobnak hívták, hanem Izraelnek, mert az Úr megszabadította, győzelmet adott, és ezt a nevet adta neki. Szólt már hozzád az Úr, hogy jel is kövess engem. És hogy mit mondott az Úr? Ez is nagyon lényeges. Az első, amit mond, hogy ne félj. Ez egy hatalmas, bátorító szó akar lenni a nép számára. A félelem alapú gondolkodásnak az eredménye az, hogy az egész viselkedésünk is félelembe fog végbe menni. Szoktunk beszélni arról, hogy van egy külső okok miatti félelem. Elveszi valaki a munkáját, hogy fog alakulni, vagy valami vállalkozása nem sikerül, hogy fog megélni, vagy most a járvány idején is sok nehézségek vannak, be voltak csukva eddig az üzletek nagyobb része, és az emberekbe fokozódott az aggodalom, a félelem, hogy lesz, hogy fog alakulni az életük. És van egy másik iránya is a félelemnek, ez pedig a belső félelem. Tehát a belső félelem az egy negatív érzelemben is kifejeződik. Tehát az a baj, hogy nem számolunk a kegyelemmel. Azt mondom, hogy hát én nem vagyok alkalmas egy feladatra, én gyarló, bűnös ember vagyok, nem is akarok megtérni, vagy nem is akarok megújulni, vagy elég az, amire én eljutottam, nem tudok többre jutni, és nem merek kérni se dolgokat az út, mert nem biztos, hogy megadja. Tehát a belső félelmet a hitetlenség jelzi az emberben, és minél inkább elhatalmasodik a félelem, annál inkább tehetetlenné válunk. A félelem lehangoló érzés, a félelem károkat okoz az ember lelkében, felemészti az erőnket, megöli az örömünket, és elterelődik a figyelmünk a félelem miatt Istenről, önmagunkra. És hogy még megemlíteném, hogy az első ember életében nem volt félelem. Boldogan élt a paradicsomban, ahol Isten egy csodálatos helyet készített, az Éden kertjét, ott mindene megvolt, boldogan élt együtt az állatokkal, madarakkal, a gyönyörű virágokat látta, személyesen látta Istent, és teljes biztonságban élt az ember. A félelem akkor költözött be az ember szívébe, amikor a sátán megszólította. Mert nem csak Isten szól az emberhez, hanem a sátán is. És a sátán megszólította az embert, hitetlen gondolatokat ébresztett benne, és az ember megadta magát ennek az idegen szónak, és belépett a félelem az életébe. Az ember nem úgy élt a paradicsomban, hogy Isten elől bujkált, hanem csodálatos volt neki Istennel
naponta találkozni, együtt lenni, és hogy utána elkezdett bujkálni. És hogy Isten újra szólította, hogy hol vagy Ádám, és hogy bevallottam, hogy megfélemlettem. És akkor tisztázódik, hogy engedett a gonosznak, ezért van félelem az életében. Tehát az Úr szól az emberhez egyszer is, többször is, vezeti az embert. Milyen nehéz lehetett Izrael népének a pusztába. Féltek a ogány emberektől, akik ugye ellenük hadakoztak, az életük forgott kockán, féltek a vadállatoktól, a forróságtól, hogy kiszáradnak, nem volt mit enniük, és az Úr szólt, és kijelentette magát. Csodálatos dolog, hogy fizikailag is adott kijelentést, és a mannát megtalálták másnap reggel, ahogyan az Úr szólt a fizikai állapotukról, a fűrieket, és nagyon sok mindent, a húst, de az Úr lelkileg is kijelentette magát. Mózes fölment a hegyre, és az Úr a kezébe adta a kőtáblát rajta a 10 parancsolattal. Izrael népe számára egy olyan kijelentett út volt, amin haladnia kellett, és amin ha megmaradt, akkor megsokasodott, és egész életében az Úr áldás volt. Az üzenet, amit az Úr szól itt az igébe, az, hogy ne félj. Ahogy itt az előbb már hallottuk, hogy a félelemnek milyen sokféle formája van, megkötözött ember, aki a félelem rabságába él. De szóval azt mondja, ne félj, mert ki van fizetve a megváltásodára. Véren váltottalak meg. És én vagyok nem csak minden testnek a teremtője, hiszen Isten porból formálta az embert, hanem minden léleknek is a teremtője, tőlem származik, és én újjá teremtelek. Ahogyan az Úr Jákobot is lelki módon újjá teremtette, és Izrael lett, ugyanúgy a pogány világért is kifizette a váltságot, meghalt a Golgotán értünk, és csodálatos módon új életet adott, üdvösséget és örök életet. Az a kérdés, hogy az Úrhoz tartozunk-e? Ugye azt mondja az ige, hogy én fiam vagy, ma nemzettelek téged, ne félj! És én úgy gondolom, hogy az eladósodott ember, ahogy itt hallottuk is, a bűnei miatt eladósodott ember életében növekszik meg a félelem, és kötöz meg. De hogy van, aki kifizeti az árát, és kifizette az árát az Úr Jézus Krisztus, és ő visszaváltott bennünket a gonosz kezéből, megvásárolt és tulajdonba vett, enyém vagy. Ez egy csodálatos biztatás, hát nincs mitől félni, ha én az Úré vagyok, ha én Jézus Krisztusé vagyok, ha az ő drága vére befedez és elfedez a gonosznak minden támadása elől, ha ő elfedez a nyelvek ostora elől, ha elfedez a gonoszságok elől, és ha befedez minden nyomorúság elől. Csodálatos dolog, hogy bízhatunk az Úrba örömmel, hálaadással, hittel, és akkor nem a félelem ural le bennünket, hanem Isten szent lelke. Igen, a félelem az ember életét nagyon megnyomorítja. Ha mi félünk, akkor egyre távolabb kerülünk Istentől,
sőt még az emberektől is. Ha pedig a szeretet működik bennünk, egyre közelebb kerülünk Istenhez. Próbálj meg szeretni, és megszűnik a félelem az életedben. Hogyan győzhetem le a félelmet? Tehát ez egy nagyon fontos, mert a félelem annak ellenére, hogy valaki az Úr tulajdona lesz, hogy ezt mondja az Úr, hogy az enyém vagy, mégis a félelem, a jövő miatti félelem, vagy belső félelem, hogyha kikezdi az embert, akkor mindig az oka a hitetlenség, és hogy a hitetlenséget kell legyőzni a megveszített és feltámadott Krisztussal, és a Krisztusban megszűnik a hitetlenség, ami Krisztusban vagyunk, megszűnik a hitetlenség, védelem alatt vagyunk, el vagyunk rejtve Krisztusban, és hogy a félelemnek nem lesz hatalma, lehet, hogy újra próbálkozik a gonosz, hogy megrettentsen minket, de nézvén a hit fejedelmére, elkezdőjére és bevégzőjére tudjuk, hogy az Úr megtart minket, és nincs ok a kétségre. Amikor először elhangzott ez, hogy ne félj, Jákob és Izrael, mert megváltottalak, akkor elsősorban ez arra vonatkozott, hogy Isten népét, aki hányatott fogságban és rabszolgásságban élt, hogy az Úr onnan kiemelte ez az egész népet egyszerre megváltottalak. És most már nincs okod a félelemre, el kell indulnod egy úton. Mi, akik keresztények vagyunk, mi ebbe szintén az Úrnak az üzenetét látjuk, hogy ne félj, mert megváltottalak. Mi a megváltást nem Istennek egy nagy tettében látjuk, hanem a golgotai áldozatban látjuk az új szövetség népe, hogy ő meghalt érte már az ági, kezdett is erről beszélni, és hogy hálával kell, hogy tele legyen a szívünk, hogy megváltott az Úr minket, hogy dicsőség a báránynak, aki helyettünk, miattunk, értünk, meghalt, de feltámadott és él. Tehát nekünk megváltunk van, és hogy az ő kezébe van az életünk. Vagy tényleg ott van az életed Isten kezébe? Oda letetted már? Teljesen az Isten kezében van az életed? Ha ott van, akkor ez az ige mindig felforrósítja az életedet, hogy ne félj, mert megváltottalak. A félelemmel kapcsolatban ugye erről külön órákig lehetne beszélni, de aki helyt ad a tartós félelemnek az életébe, az megbetegszik. Korunk népbetegsége a depresszió, mert a félelem bezárkózottá tesz. Félek az emberektől, Istentől is elzárom magamat, a testvéri közösségtől is. Ez a félelem teljesen bekerít és magányossá tesz, és megbetegít úgy annyira, hogy nem találom belőle a kiutat. Amikor az Úr azt mondja Izraelnek, hogy ne félj, rengeteg támadásban van része a mai napig is, de az ígéret áll, Jákob, ne félj, én megőrizlek téged, és a Krisztus megváltott népének is ezt üzeni az Úr. Ne félj, őriződ az Úr, aki nem hagy el a betegség a járvány idején is. Bízd életedet az Úrra, merjed, ne a félelemnek adj helyet, hanem a Krisztusban való bizalomnak, hitnek,
Egyikünk se tudja, hogy holnap mi történik vele a következő pillanatban, de egy biztos, hogy az Úré vagyok, mert engem megváltott, hozzá tartozok, és csak az, és annyi történhet velem, amit ő megenged. Ezzel a bizalommal tudott Izrael is a nehéz helyzetbe, számtalanszor volt elnyomva, fogságban, leigázva, de az Úr mindig bíztatta, hogy én kiváltalak, én megváltalak, én megtartalak, és az én ígéreteim valóságosak. Ha Izrael történelmére nézünk, a ma Izraelére, látjuk, hogy micsoda csoda, hogy megmaradt. Mert az Úr azt mondta, hogy ő megtartja, mert az Úr kiválasztotta az ő népét, és téged és engem is kiválasztott, mert megváltott a Golgotai kereszten. Rajtam múlik, hogy meghallom-e az üzenetet, és tudok-e engedelmeskedni annak. Izrael népe, Isten népe életében ez a két szó a második versben, hogy ha vízen kell szállt, ha tűzbe jársz, ez a két dolog, ez nagyon monumentális esemény volt a nép életében, amikor átkeltek a Vörös-tengeren. És hogy ha vízen kell szállt, veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el, tehát volt egy tapasztalata már a népnek az Isten hatalmával és jóságával kapcsolatban, hogy az Úrra át lehet menni a legnagyobb akadályokon is, és volt erre is tapasztalat, akár a babiloniai fogság, ugye az is egy tűzben való lét volt, és hogy végül az uralkodó visszaadja a szent edényeket, és hogy hazengedi a népet, és támogatja, hogy a már régóta ott elrobosodott templom felépüljön, és hogy nem arra nézett a nép, hogy miből építsük föl a templomot. Az Úr szólt ismét, hogy enyém az arany, enyém az ezüst, nincs ok az aggodalomra és a félelemre. Ha Krisztusban vagyunk, az életünk túljut a viharokon is vele, a vízen, a tűzön, nincs akadály. A világnak csak akkor van hatalma rajtunk, hogyha mi nem az Úrban élünk, és hogy megalkuszunk a világgal. Mózes törvénye szerint a tűznek és a víznek megtisztító szerepe volt, hiszen a hadizsákmányt, amit zsákmányoltak, és amelyik által tüzet, az aranyat, az ezüstöt, az ónt, azt átvitték a tűzön, hogy így megtisztuljanak. És sokszor Isten azért engedi meg az életünket, visz át a tűzön, amikor tűzön mégy át, hogy ő megtisztítson. A próbák megerősítenek, de az Úr nem hagy elveszni. Nem engedi, hogy a tűzben megég. Nem engedi az Úr, hogy az ítélet rajtad úgy menjen végbe, mint a pogányokon. A pogányok az elsőszülött gyereküket tűzön vitték át, és az Úr, és meghaltak. És az Úr megbüntette őket, és megítélte őket. De ez a tűz, amiről itt az ige szól, ez a megtisztulás.